Köszöntöm nézőinket! A Mizó Pécsi VSK női kosárlabda csapata fölényes 68-41 arányú győzelmet aratott a vendég görög Sporting Athén ellen az Euroliga B csoportjának 7. fordulójában. A PVSK mindkét félidőben kitűnően védekezett, nagyobb tudása a mérkőzés egészében megmutatkozott. A találkozó végén a lelkes közönség hangos ünnepléssel köszönte meg az öröm kosárlabda játékot. Egy hét múlva kezdődik a kosárlabda válogatottak közvetlen felkészülése a november végén induló EB középdöntők csoportküzdelmeire. A férfiak Mátraházán, a hölgyek viszont itt Pécset edzőtáboroznak majd a Lettország, illetve az Olaszország elleni mérkőzésük előtt. A nők 28. Európa-bajnokságának 12-es döntőjére 2001. május 25-e és június 6-a között Franciaországban kerül sor. A házigazdák és a címvédő lengyelek automatikusan résztvevők. Rádgéber László csapata a nehéznek látszó C csoportban Oroszország, Olaszország és Finnország mellett fut versenyt az EB döntőt jelentő első két hely megszerzéséért. A megyei 1-1-ben a Siklósi együttesnél folytatja a játékot Tarlósi István. A PMFC labdarúgója azután döntött a siklósi csapat mellett, miután az MLS másodfokon sem állapított meg szerződésszegést jelenlegi klubjánál. És így a Demeter sem tartott már igényt rá. Amíg jelenleg is érvényben lévő szerződés értelmében, Tarlósi hivatalosan csak a következő szezonban léphet pályára új csapata színeiben. Az MLS és a magyar labdarúgás ma csődhelyzetben van, jelentette ki Dajcs Tamás a Tárcatükör 99 című rendezvénysorozat keretében. A miniszter megerősítette, hogy december elejére kialakulhat az a kormány által is jóváhagyott sorrend, amely az EB rendezéstől függetlenül dönt a stadionok korszerűsítéséről. Létesítményfejlesztés van kilátásban városunkban is. A tervek szerint jövő nyárra elkészül a PMFC stadionjának villanyvilágítása, így a jövőben lehetőség nyílik esti mérkőzések rendezésére is. Az idei lesz a 21. alkalom, hogy találkoznak az egykori élénk pécsi asztaliteni szélet képviselői. A pingpongosok baráti köre idei találkájukat a Xavier utcai terembe szervezték, 13-án szombaton reggel 9 órai kezdett el. A pálya kemény küzdelmei után fehér abrosz mellett találkoztak a városi kispályás labdarúgó bajnokság résztvevői. Az ünnepélyes díjkiosztó alkalmával még egyszer lehetőségük nyílt a nagy helyzeteket kielemezni, és az esetleges sérelmeket egy kis sörrel borogatni. Az 1999. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság október végén befejeződött. A csoportok legjobbjai számára a vacsorával egybekötött eredményhirdetésre került sor. Most az eredmény hirdetésre gyűltünk össze, 33 meghívott csapat van most jelen, illetve hát még jönnek a csapatok, mert készülődünk. 11 csoportba hirdetünk első, második, harmadik helyzetet, és a legjobb góllövőknek adunk át oklevelet. A Szuperligában első helyezett a teszt csapata lett, megelőzve a második Buffalo Bills és a harmadik Colma 2000 csapatát. A legmagasabb osztály gólkirálya a 15 gólt szerző Nagy Bálint lett. Az első osztályból a bajnok Kora Kft. És a második helyezett Dromi SC jutott fel a Szuperligába. Ebben az osztályban harmadik a Brill 2000 csapata lett. A legjobb góllövő a 23 gólos Kun Zoltán lett. A második osztály A csoportjában az FC Kendi, Láma Diszkont és a Zöld Csillag a sorrend. 21 góla Bruk Szabos lett a Steffi Mankóból a legjobb góllövő. A B csoportból Magyi Zsola Kft. Az első, Kaucsuk FC és Falábok a sorrend. 17 góla, 3-as holtverseny van, Sárdi László a Falábóaktól, Milkovics Sándor és Schreier Csaba Magyi Zsola Kft-től. A harmadosztályban a cseh csoportot a Pétáv Kft., a kocsis csoportot a Lakics csapata nyerte. A Lázár csoport győztese az AS Kóma, az Orr csoporté pedig a Ragtime csapata lett. A Piala csoportban az első helyet a 100%-os teljesítményt nyújtó Piroska Farkasai szerezték meg, a Bozsik csoportban a Maratonsport csapata lett az első. Ez utóbbi csoportból kerültek ki az abszolút gólkirályok, a 33 gólt szerző Kovácsevics Árpád, illetve Gáspár Zoltán személyében. Hogyan sikerült ennyi gólt elérned? Hát a társaim lepasszolták, nekem meg csak be kellett rúgni. Ilyen egyszerű lenne? Persze. Jövőre indultak-e, vagy milyen terveitek vannak a jövő bajnoksággal kapcsolatosan? Hát szeretnénk indulni jövőre is.
most cél a második hely, mert fölkerült a maraton, ugye, és az erős volt, és majd megpróbáljuk. Szeretnék ugyanennyi gólt rúgni, ha sikerül, akkor jó. A sok gól mellett a mérkőzések színvonala is a közönség megelégedésére szolgált. Szerencsére kevés fegyelmezetlenség történt az idényben, így a résztvevők jól szórakozhattak. Az én becslésem szerint 1500 ember rendszeresen hétfői napokon, és hát a szenior csoport a csütörtöki napokon játszotta a mérkőzéseit, és ehhez hozzá kell venni azt, hogy nagyon sok barát is ilyen idősebb úri emberek jönnek szurkolni, tehát a nézőtér is különösen Szuperligánál tele szokott lenni. A szép hagyományokkal rendelkező kispályás bajnokság tehát sikeres évet zárt. A szervezők hasonló folytatásban bíznak. Mindenféleképpen ezt én szerintem a városnak ezt a bajnokságot meg kell tartani, és biztosítani kell a lehetőséget. Eddig minden évben növekedtek a nevezés számok. Biztos vagyok benne, hogy a jövő évben még lesznek plusz csapatok, akik szeretnének nevezni. Hát itt már gondba leszünk, mert a hely, tehát már a pálya száma határozza meg azt, hogy hány csapatot tudunk foglalkoztatni. Remélhetőleg jövőre minden nevező csapat rendszeres játék lehetőséghez jut, és egy év múlva hasonlóan jó hangulatban gyűlnek össze a legjobbak. A Sportinfóban többek között a legfrissebb megyei korosztályos labdarúgó eredményeket olvashatják. Én ezzel búcsúzom, viszontlátásra!